Kedves hallgatóink, pár nappal ezelőtt Nádas Tamással beszélgettünk méghozzá arról, hogy hogy is csapta meg a motoros repülő szele. Hát ezek szerint, ahogy most bebizonyítottad, igen, jól, ugyanis elértél egy úgy is mondhatom, egy olyan csúcsot, amit valójában tovább nem is lehet fejleszteni, hiszen itt vagyunk a nyíregyházi műrepülő világbajnokságon, méghozzá a 10. műrepülő világbajnokságon, ahol elérted azt, amire szerintem vágytál is, hogy a szabadon választottak dolgok közül te legyél az első. Benne volt ez a tarsolyban, meglepetésnek szántad, vagy így jött ki a lépés? Hát mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon erős felkészülés áll mögöttünk, és egy nagyon jó géppel sikerült repülni, és rengeteg edzés, és nyilvánvaló, hogy mindenki, aki jól felkészült és eséllyel jön ide, az biztos, hogy győzni szeretne. Nem, én is abszolút így vagyok ezzel, tehát azért jöttem, hogy szerettem volna győzni. A Q program után ez egy picit elszomorodtam, mert egy szenzációsat repültem a Q-ba. Itt az edzőim, barátaim, mindenki azt mondta, hogy messze a legjobb. A bírók nem így látták, végülis harmadik helyen zártam akkor a Q programot, és utána ez a pontozásos rendszer ez ötödik helyre tett. Hát azért ez engem nagyon elszomorított, de azért azt el kell mondani, hogy egy világ legerősebb egyik világbajnokságán 81 indulóból, ahol az összes nemzet ott van, és a legerősebb csapatok ott vannak, azért 81-ből 5-nek lenni azért nem egy olyan rossz teljesítmény. És jött a free program. Viszont a free programot teljesen lazán vettem, és csak egyszerűen úgy gondoltam, hogy felmegyek és repülök egy jót. Mindenképpen benne volt a levegőben, hogy lesz egy jó eredmény, de nagyon örülök, hogy ennyire jó eredmény sikerült összehozni és elnyerni a világbajnoki címet. Milyen körülmények voltak? Időjárás megfelelő volt ahhoz, hogy azt tud bizonyítani, amit kell? Hisz azért tudjuk, hogy az erős szél, esetleg egyéb más dolgok azért belezavarhatnak abba, hogy pontosan teljesítsd azt, amit elvárnak tőle. Hát az időjárással voltak problémák. Többször megállították a versenyt időjárás miatt, alacsony volt a felhő alap. Sokszor még brékkel, tehát szünettel se lehetett lerepülni a programokat. Ez elég zavaró volt. Így volt ez nálam is, amikor felszálltam, nagyon alacsony volt a felhő alap, 2700 feet-en többször belementem a felhőbe, nem tudtam azon a magasságon elkezdeni a gyakorlatot, ahol én szerettem volna, tetejében a gépnek nem volt tökéletes a magasság mérője, és ez alacsony magasságnál nagyon veszélyes, mert 200 méter alatt büntető pontokat kap az ember. Tavaly a Dubnicai Európa bajnokságon, ahol szenzációsat repültem, és ott is bőven dobogós helyen lettem volna, de két alsó magasság sértés miatt 400 pont büntetést kaptam, és így gyakorlatilag az egész verseny elszárt, tehát ettől nagyon tartottam. Hát gyakorlatilag a magasság is így érzésre ment, de sikerült nagyon jól belőlnem az alsó magasságot. 200 méter alá nem szabad jönni, én körülbelül 230 méteren kezdtem el a gyakorlatot, közel a bírókhoz, nagyon jó pozícióban, és meg tudtam mutatni, hogy mit tud a gép, mire vagyunk képesek így ketten, és ez nagyon tetszett a bíróknak, és a sok zavaró körülmény ellenére ez nagyon pozitívan sült el. Beszéltük azt is, hogy új géped van, igazából nem sokat tudtál vele repülni. Akkor ezek szerint jó a gép, meg vagy vele elégedve? A gép szenzációs, ez egy Edge 540 típusú repülőgép, lényegesen többet tud, mint a korábbi Extra 300L típusú repülőgépem, de még nem nőttünk teljesen össze. Tehát egy ilyen géppel minimum 50-100 órá után mondja azt az ember, hogy már kezd kézbe lenni, érzi minden mozdulatát. Én ezzel a 15-20 óra gyakorlattal, amit ezzel a géppel sikerült repülni, ezt még nem mondhatom el, de az már biztos kitűnik az eredményekből, akár az előző nemzetközi verseny 4 aranyérméből is, hogy meg most ez a virágnyomű éregmős, hogy azért valamilyen szinten összebarátkoztunk. Mit kell tudni, mit szerepelt a programodban? Következő szám az egy Annon program lesz, Annon angolul ugye ismeretlent jelent. Ez azt jelenti, hogy csapatok javasolnak egy figurát, ebből össze kell állítani egy programot, ezt a javaslatot be kell nyújtani, ha a zsűri elfogadja, akkor ki vannak függesztve ezek a javaslatok, és ezekből lehet választani, hogy ki mit repül. Most innentől fogva, ugye én a saját javaslatunkat csináltam meg, azt tanulom, azt gyakorlom, mármint gyakorlom, itt a földön memorizálom, mert ennek a programnak pont az a lényege, hogy semmiféle gyakorlás nélkül kell fölmenni, és rárepülni rögtönözni ezt a programot. Nekem ez egy erősségem, és nagyon bízom benne, hogy ebbe is egy nagyon jó eredmény fog születni. Mennyire vagy eddig elégedett az összmunkáddal most itt a VB-n? Hisz azért már egy van. Hát nem kell mondanom, hogy madarat lehetne velem fogatni, tehát azért azt gondolom, hogy világbajnoknak lenni nem mindennapi dolog, és ezt még két nagyon komoly tény is megerősíti. Az egyik az, hogy ez szinte minden idők egyik legerősebb világbajnoksága, tehát aki világon él és mozog és műrepül, az mindenki itt van. Itt vannak a világ legerősebb csapatai, az Egyesült Államok, volt ugye a Szovjetunióból, az Oroszország, Belorusszia, Ukrajna,
Dél-Afrika, Franciaország hatalmas lobby tevékenységekkel, és hát születtek itt másoknak is már világbajnoki eredményei, csak mondjuk ott a félvilág nem képviseltette magát, tehát az erős nemzetek nem voltak ott, tehát ez, hogy egy ilyen erős mezőnyben világbajnoki érmet szerezni és aranyérmet szerezni, nagyon-nagyon boldog vagyok. A másik pedig az, hogy itt van Katona Sanyi barátom, aki 50 évvel ezelőtt Budaörsön rendezték meg a villeműrepülő világbajnokságot 1962-ben, és 1962-ben ott is magyar siker született, a magyar csapat világbajnok lett, Katona Sándor pedig a Free programot nyerte. Azt, amit én most, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit történelem, hogy szinte történelmet írtunk ezzel, hogy 50 évvel ezelőtt a Free Program világbajnoksága Magyarországon Katona Sándor, és 50 év elteltével a Free Program világbajnoka Nyíregyházán Nádas Tamás, tehát újra egy magyar ember, és újra a magyar zászló fog a lengeni, és újra a magyar himnusz fogják játszani. A magyar csapatban többen benne vannak. Többiek mit szóltak hozzá, hogy fogadták? Mennyire örültek? Voltak olyanok, akik a csapatban nagyon-nagyon mellettem vannak, és örülnek, és segítenek együtt. Hát nyilvánvaló vannak olyanok is, akik ennek az eredménynek nem örülnek annyira, de erről szerintem most kellene beszélni. A kollégák a te szabad gyakorlatodhoz mit mondtak? Mennyire nehéz? Mennyire egyszerű, vagy mennyire van jól kitalálva? Hát ez függ attól, hogy kinek milyen a stílusa, és kinek milyen a gép típusa. Ugye mivel én egy erős géppel repülök, és nekem magában a függőlegesek és a forgatások nagyon jól mennek, nekem ez az erősségem, tehát nekem ez fekszik. Másnak inkább viszintes figurák, vagy dobott figurák. Én azt gondolom, hogy mivel én ezeket mind magamnak csinálom, és éjszakákat töltök azzal, hogy ezzel próbálkozok, hogyha ezután a figura, utána az, vagy amaz, tehát saját magamnak tudom kialakítani, még nagyon sokan mások egyszerűen választanak egy szabadon választottat, vagy csak az edzőjük összeállít nekik valamit, én ezt nem tartom helyesnek, szerintem az a jó, hogyha mindenki magának a maga stílusát tudja megcsinálni, és igazándiból akkor lehet ebbe egy nagyot dobni. Most akkor egy a lényeg, hogy minden körül család, barát, aki közvetlen melletted áll, most vége lesz a VB-nek, már így gondolom elégedett vagy, de azért mindent kihozol magadból. Milyen programod van még, ami a repüléssel kapcsolatos így az idénre? Hát gyakorlatilag szeptember végéig folyamatos bemutatóim vannak, úgy Magyarországon, mint úgy külföldön, és hát most már nagyon szeretnék pihenni egy kicsit, mert március óta nagyon-nagyon kemény volt ez a felkészülés, részben fizikálisan, részben idegileg is az, hogy közben volt a felkészülés háromnegyedén egy gépváltás, nem lehetett tudni, hogy mi lesz, fogok tudni vele jót repülni, nem tudok vele repülni, és szóval mindenképpen nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szeretnék egy kicsit pihenni.